Hát, ahogy ígértem, nagy meglepetést fogunk mondani a Kultúránk része a Magyar Nóta című blokkunkban, és hát most ha hiszik, hanem annyira örülök neki, amit én eddig hallottam, hogy mindjárt kezdjük a meglepivel, hogy az önök oldalát se fúrja ki, hogy na vajon mit lehet a magyar nóta világában újdonságot mondani. Nagy dolog van készülőben. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Nógrádi Tóth István dalénekest, de akiről tudjuk, hogy az élete a magyar nóta, a Magyar Nóta Szerzők Egyesülete és ezernyi olyan rendezvény, szervezés, műsor kapcsolódik a nevéhez, illetve hát mi annyira jóba vagyunk, hogyha megengedik, tegeződni fogunk ezután, kapcsolódik a nevedhez, hogy föl se lehet sorolni. Most azért egy párat kiemelünk ebből a sok irányú tevékenységből, de hát ugye azt mondtuk, hogy a meglepetéssel kezdünk. Mi történik most a magyar nótával? Köszöntöm én is a nézőket. És örülök, hogy itt lehetek, hozzád mindig szívesen jövök. És legnagyobb eredményünk az, hogy bekerült a kiemelt nemzeti értékek közé a magyar nóta. Ez egy óriási eredmény. Ha visszamegyünk odáig, hogy Rákosi idejében gentry maradvány volt, megtűrt műfaj, akkor éveken keresztül hát 80-as években volt egy kis fellendülés, utána megint az utóbbi 10 évben sajnos megint nagyon sokat rúgtak a magyar nótába, hogy ez egy óriási eredmény, hogy ezt sikerült elérni. Én 13 féle bizonyítékot raktam le, többek között olyat, hogy Panoráma Klub 65 ország jelenléte igazolta, hogy nagyon szeretik külföldön a magyar nótát. És ez minden évben megrendezésre kerül, aztán majd még a Panoráma Klub rendezvényhez visszatérünk. Artisius adott igazolást, hogy kultúrházakba, vendéglőbe mindenütt dokumentálni kell a játszottságot a jogvédőhivatal felé. Tehát igazolt az, hogy él a magyar nóta, szeretik, és nagy forgalmuk van a magyar nótából. Akkor zenei tanács, amely nemzetközi szervezetnek tagja, és legalább 35 zenei intézményt fog össze a zenei tanács. Ők is igazolták, hogy valóban ez egy magyar hungarikum. Hát nem sorolom fel összes többit, mert tényleg nagy rendezvényeink voltak, ahol elmondtam, hogy Szabó Miklós, Melis György, Kalmár Magda föllép, nótaénekeseket nem is sorolom. Hát igazán elismerést érdemel. Arról nem beszél, hogy a Nemzeti Színházat fölépítették 1875-ben azért, hogy bemutassák a magyar nótát, mert hisz a népszínművek betétdalai magyar nóták voltak. Hát én ezt nagy örömmel hallom. Ez már épp elég bizonyít. Azt tapasztalom, hogy külföldön jobban elismerik, hogy szeretik, hogy hallgatják. Én voltam olyan családnál külföldön, ahol egész nap a rádióból ez szólt, és büszkék voltak rá, és mutogatták, igen, hogy bizony nekünk ilyen dalaink vannak. Itthon talán kevésbé merjük kimondani, hogy szeretjük. Igen. Bekapcsoljuk a rádiót, meghallgatjuk, elmegyünk, örülünk, ha egy vacsora mellett szép magyar nóták szólnak, csak talán nem akarjuk ezt kimondani. Én abban reménykedem, hogyha valójában mások is elismerik, hogy ez érték, a magyar, igen, kultúra egy, igen, szeletkéje, akkor már nem lesz bűn kimondani, hogy de jó egy kicsit elszomorodni, vagy éppen fölvidámodni egy-egy magyar nótán. És nem kell szégyelnünk, mert ez a magyar sanzon. Tehát ugyanaz, mint Franciaországban a polgári társadalom fejlődéseként alakult ki, ott a sanzon, Olaszországban nápolyi dal, a lengyeleknél a mazurka, polka, tehát nem, ki megy az ember Ausztriába, polka megy egész nap. Tehát sramli zene szól, tehát Görögországban görög zene szól egész nap. Ez a mi sanzonunk, nem kell szégyelni, büszkén vállalhatjuk. Tehát ahol most tart a magyar nóta, az az első lépcsője? Ez az első annak, lépcső, hogy... igen, és következő hónap 4-én ül össze a bizottság, és rámondja az amment. Ehhez még nekem össze kell gyűjteni ennek a nemzetközi elismertségét. Ez magasan hozzájárult a Panoráma Klub igazolása, hogy valóban él a műfaj. És hát valljuk be őszintén, ha idejön egy külföldi ember,
csodálatos vendéglátáson, műemlékeken kívül, hogy megy haza, ungarische Gulasch, ungarische Csárdás. Tehát ők ezt viszik el ennek a zenének és a jó hírét. Is, így van, igen. És valljuk be, hogy tényleg igazán nagy zeneszerzők, igen, születtek, tényleg a legnagyobb művészek énekelnek, egy opera énekesnek is a vágya, hogy egyszer kiránduljon a magyar, igen, nótára, és nagyon szépen. Hát sokan éneklik, színészek, opera énekesek, mindenki. Hát régen Besenyei Ferinek hát a szíve, igen, igen, csücske volt. Hát régen természetes volt, hogy jogászok, költők, írók, zeneszerzők, mindenki írta a magyar nótára. Nótát. Büszkeség volt, dicsőség volt magyar nótát írni. Hát én nóta olimpiát rendeztem ebből, ahol szintén 140 nótát küldtek be, ami egy de hát azért eredmény. Ma is szívesen írnak. Ma is írnak nótát, ma is vannak szép nóták. És hát a Dankó rádióban meg kell hallgatni délbe a kívánságműsort. Hát sírva hívják föl a Tarnai Lacit, hogy neki ez egy gyógyír. Azóta nem szed gyógyszert, hogy hallgatja a Dankó rádiót. Akkor azt hiszem, kedves nézőink, hogy mi csak egyet kívánhatunk, hogy kedves István, még sok erőt, és Isten bizony, ide várjuk, amikor meg lesz az, hogy Hungarikum a magyar nóta, és akkor is el fogunk nótázgatni. És akkor, ha már ennyit beszéltünk róla, akkor a kérdésem az, hogy de ma, ha valaki szeretne nótát hallgatni, hova menjen, mit csináljon? Hát kultúrházakban még azért rendeznek magyar nótát, sajnos vendéglőben nagyon kevés helyen van, cigányzene és magyar nóta, de hát én bízom benne, hogy a Hungarikum megjelenéssel ezt még jobban tudjuk népszerűsíteni. Hát a Máté Otilia évek óta megrendezi a magyar nóta, a magyar dal napját, és ez most március 1-én lesz a Pataki Művelődési Házba Kőbányán. Nagyon sokan föllépnek, de rangos énekesek is, úgyhogy föl se sorolom, mert nagyon sok szereplő van. Én megmutatom ezt a szép kis plakátot, és valóban el kell ismernünk, hogy Máté Otilia ebben, igen, tényleg nagyon nagy segítségünkre érte. Van. Ez most még nyílt, tehát ide bárki elmehet, aki úgy gondolja, hát, hogy... Hát ha még van jegy, akkor természetes, hogy bárki eljöhet. Mm. Hát ez a következő nagy rendezvény. Aztán, ha nagy rendezvényeket folytathatom, hogyne, akkor a Panoráma Világ Klub készül egy óriási dologgal. 1000 torokból szól a hang. 1000 Már torokból? Már hetek óta kezdjük gyűjteni a népdalokat. Be lehet küldeni a Panoráma Világ Klub weblapjára a legismertebb 3 népdalt, és ezekből fogjuk kiválasztani 10 legismertebb népdalt, és azt 1000 ember fogja egyszerre elénekelni. Kivetítjük szórólapokon, közölni fogjuk a legismertebb népdalokat, és 1000 torokból szól majd a hang, és ez lesz május 24-én 15 órától 17 óráig a Szimacsarnokban. Ó, hát azt hiszem, hogy ennél felemelőbbet tényleg nem tudok elképzelni. Tehát akik ott vannak, mind állnak és éneklik. És énekelnek. És bízom benne, hogy jövőre magyar nótát fogjuk ugyanúgy énekelni. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lesz a szavazás eredménye, hogy melyik az a 10 népdal, amit a legjobban már ismerünk. Már alakul, mert sokan rengeteg dal beküldtek. Egyet hallhatunk, hogy mi az, ami valószínű, hogy benne lesz. Lerdő mellett estvé lettem például. Jaj, de szép. Ősszel érik babám a fekete szőlő. Igen? Igen? Én azt hittem, hogy majd a tavaszi széllel fogják kezdeni. Tavaszi szél vizet árasz, az is benne van, úgy néz ki, de hát még nem dőlt el, mi lesz az a 10, tehát egyelőre még válogatunk. Tehát akkor a nézőinken is múlik, mert ők is beküldhetnek szavazatokat. Persze, mindenki küldhet javaslatot, úgyhogy sok helyen közöltük, hogy várjuk a legkedvesebb 3 népdalát mindenkinek. Na, akkor... dalra fel, mindenki írja meg, hogy ő szerinte mi az a legkedvesebb 3 dal. És akkor nézzük, tehát már 2 remeket ajánlottunk, az egyik az Újra szól a magyar nóta napja. Igen. A másik az 1000 torokból, amely a világ találkozó egyik eseménye lesz. És hát látok itt egy... nagyon-nagyon-nagyon jó dolgot, amit mi évek óta szoktunk propagálni, és nagyon féltem, hogy talán idén nem lesz, de ezek szerint lesz nótás sétahajó. Így igaz.
Úgyhogy halljunk erről egy kicsit többet. Hát egyelőre két dátumot jelöltem meg, és lekötöttem már a hajót, a vendéglőt, ahol lesz a műsor, és ez június 29 és július 13-án. A programunk az, hogy 10 órakor indulunk a nemzetközi hajóállomásról, és egy másfél óra városnézés lesz. Hát takarékosság címén én fogom tájékoztatni a vendégeket a műemlékekről, műemlékek múltjáról, jelenéről. De kell mint hogy a Dunán és hajózunk, igen, a csodás, igen, műemlékek között, és de még magyar nótát is. Csodasz végignézni, úgyhogy sokan tavalyi év kimaradt sajnos, és sokan reklamálták, kérték, legyen újból, mert annyira szeretik. Vidékről jönnek föl, Pécsről, Kazincbarcikáról, Lábatról, nagyon sokan jönnek föl vidékről. Hát és én tudom, hogy tavaly, amikor nem volt, akkor mindenki, hát pedig jönnek a rokonok, úgy el akartuk, igen, őket, igen, vinni. És minden alkalommal legalább 10-15-20 vendég külföldi is, aki megtudja, hogy van egy ilyen lehetőség, ők is eljönnek. Tehát másfél óra városnézés, utána kikötünk a Hajógyár szigeten. Igen. Tudnélik, eddig a fiataloké volt a sziget, és most ezen a két napon átveszik a nyugdíjasok a szigetet, és mi fogunk ott bulizni. Egy óráig ebédelünk, és ebéd után egy 3 órás műsor lesz, és utolsó órába, fél órába meglátjuk, hogy meddig tart a műsorunk, egy kis tánc, és 17:30-ra fogunk visszaérkezni a hajóállomásra. Hát ez egy nagyon kellemes program, mert igen, minden a nevek benne közül van, néhányat hadd említsek. Hallgassuk. 29-én Madarász Katalin, Gyémánt Valentin, táncdalénekes, Pere János, Fehér Eszter, Mennyhárt Éva, és hát a humor is ott lesz, mert hisz Ihos József, a Kató néni, fog konferálni és paródiát csinálni. Lugosi Tibor cigányzenekara fog muzsikálni. Majd 13-án sztár vendégünk lesz Bokor János, Csala Judit, Újvár Szabó Lajos, Király Erzsi, Esnagy Zsuzsi, és itt konferál majd Agárdi László. Ó, hát egyik jobb humorista, mint a másik, és hát azt hiszem, hogy igazán jeles személyiségei a magyar előadó művészetnek, akik ott lesznek. Sőt, aki mindenkit akar látni, kétszer kell, hogy elmenjen, és gondolom, hogy ez sincs tiltva. De hát nincs kizárva az, hogyha nagy lesz az érdeklődés, akkor esetleg augusztus-szeptember hónapban is még indítunk hajót. Hát ezt meglátjuk, hogy mennyire jön össze a közönség. Hát én kívánom, mert én már voltam ilyenen, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. És hozzám is mindig jönnek vendégek, és akkor az ember bajban van, hogy hova lehetne vinni. Hát például egy ilyen helyre. Igen. Úgyhogy összefoglalva, illetve még egy dolgot látok itt az asztalon, ami a Magyar Népdalok könyve. Igen, hát ebből is próbáltunk válogatni népdalokat. Uh-huh. És ez is a munkásságot. Ez az Egyesület 132. kiadványa. Egyesület, hát gyakorlatilag én dolgozok. Te vagy az elnökség, és a... Én szoktam mondani, én vagyok a cég igazgató, és a kifutó legény is én vagyok. Tehát én szedtem össze a dalokat, nyilván, hogy egy-két kollégát bevontam, akik a hangszerelést elvégezték, lektorálták, segítettek a dalokat összegyűjteni, egy-két új dalt is ajánlottak, de hát nagyon szépre sikerült, úgyhogy akinek megmutatom, egyből dicsekszik vele, hogy már elküldtem a gyerekeimnek Svédországba, Németországba, tehát még külföldön is nagyon nagy sikere van, és sokan kiküldik még külföldre is a füzetecskét. Hátul pedig a kazári menyecskék vannak. Valóban nagyon helyes, és azért is jó, hiszen ma fölnőtt egy generáció, akik nem nagyon ismernek népdalokat. Még hát, az igen, általános iskolában egyet-kettőt megtanulnak, igen, ha van egyáltalán énekóra, mert régen ugye ezt a nagyszülőktől, dédszülőktől aztán eleve természetes volt fonóba igen, járni. Vagy... Rengeteg alkalom volt régen disznóöléstől kezdve. Így van. A kukoricafosztás, vagy a hát én libapásztor is voltam, tehát elmondhatom azt, hogy évekig összejöttünk 6-an, 8-an, 10-en hazafelé, végig énekeltük az estét. Arról nem beszél húsvéti locsolkodás, meg kis esti szerenádot vittünk a lányok. Szóval rengeteg olyan esemény volt a faluba, ahol mindig énekeltünk. Akadt egy-két cigány zenész is, aki kísért bennünket, és már meg volt a hangulat. Boris volt a pincében, úgyhogy
Hát remélem, hogy ez megmarad, mert az egyik hely, ahol sok népdalt szoktunk énekelni, ha buszos kirándulás van, nagy utazás, és akkor visszafele a busz úgy először csak szép halkan, majd egyre nagyobb vidámsággal végigénekli az összes népdalt, amit akkor tudnak. Hát igen, remélem, hogy ez megmarad, mint jó szokás és jó program. Hát kedves István, én nagyon örülök neked, egyrészt mert tudom, hogy ez rengeteg munkába kerül, mindaz, amiről mi most csak itt olyan vidáman elcseveréztünk, és akkor visszavárunk a nagy hírrel, amikor a Magyar Nóta. Hát reméljük, hogy úgy lesz. És köszönöm, hogy itt lehettem. Egészségünkre. Akinek a lelke beteg, gyenge szívem nézik. Hajítson vendégem, vigyik minden nap egyét. Húzassa el a cigány a szászat, azt a bébét. Hogy nyegenyek már, nem nőnek az kémét. Húzassa el a cigány a szászat, azt a bébét. Hogy nyegenyek már, nem nőnek az ég. A fajnak kiposságát kis kocsmákban mérünk, hogy gyógyítgatom magamat hajnalból éjfélünk. De négy-öt licsit behajítok, hely azt a kis kését. Nyegenyefák, nem nőnek az ég. De négy-öt licsit behajítok, hely azt a kis kését. Jegenyefák nem nőnek az égig. Ha a jókor megöregszik, megvérül, nem kopik el, hogy ön sor a színéről. Én is csak úgy szeretem